A kulturális örökségek megőrzésére és fenntartható kezelésére keresnek megoldást, most Pécsett. Hétfőtől szerdáig ugyanis a SER projekt résztvevői közül két külföldi képviselő látogatott el a Baranyai megyeszékhelyre. A projekt egyik célja, hogy a hét együttműködő ország tapasztalatot cseréljen a kulturális örökségek fenntartható kezelésének területén. A másik pedig az, hogy ezen a tudáson keresztül a jövő fejlesztéseihez is úgy hozzá tudjunk járulni, hogy valamilyen módon ezek az ötletek, ezek a gondolatok már a következő pályázatok kiírásaiban szakmailag meg tudjanak jelenni, és ajánlásokkal tudjunk élni a kormányzat és azon a szereplők felé, akik ilyen típusú forrásokat biztosítanak. A hat partnerország közül az angol és az olasz képviselők érkeztek Pécsre. A programban szerepel a helyi kulturális örökségi helyszínek tanulmányi látogatása. Ezt Chiara Dall'Aglio, olaszországi projektkoordinátor rendkívüli lehetőségnek tartja. A projekt elsősorban arról szól, hogy akcióterveket kell kidolgozni az Európai Uniós finanszírozási programok hatékonyabbá tételére. Így az, hogy most Pécsre érkeztünk, azt a célt szolgálja, hogy ennek az akciótervnek az elkészítésével kapcsolatos együttműködést hozzunk létre. Itt pedig alapvetően egyházi jellegű kulturális örökségeknek a fenntartható kezelése a későbbiekben a partnerországok számára is jó gyakorlat lehet. A találkozón elhangzott, ez a projekt jó alkalom arra, hogy a résztvevő országok jó gyakorlatokat vehessenek át egymástól, melyet mi magyarok is kamatoztathatunk.